A kis üvegéből. Mennyit tettél? Ennyit? Uh-huh. Nem durva amúgy. De jó balackos. Kezd kinyílni a fülem. Téged, neked nem szokta így a dobkártyádat sípoltatni? Az ilyesmi? Engem egészen máshol szokott sípoltatni. És nem azonnal. Igen. Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel üdvözlöm mindenkit itt a csatornán. A magyar csili termelők és csili szósz gyártók következő epizódjához érkeztünk. Mai kóstolásban, lévén, hogy egri termékeket kóstolunk, Henrik barátom lesz a kóstolótársam. Sziasztok! Vele fogjuk a csípős szószokat megkóstolni, értékelni, osztályozni. A mai videó is szponzorált tartalom, ami megint abban merül ki, hogy a gyártó eljutatja hozzánk a termékét, és mindenféle meghagyás nélkül megkóstoljuk és objektíven véleményezzük azokat. Mai nap az Egri Chiliard gyártó termékeit fogjuk kóstolni, és ahogy mondtam, egri termékről van szó, így az egri diákéveimből oly régóta ismert Henrik barátom fog ezen az úton végigkísérni. Akkor abból az irányból indulnak a legkevésbé csípős dolgok, amihez ismét nagyon jó pofa kis csirke szárnyakat fogunk mellé enni vagy társítani. Vagyis igazából ezeket a natúr csirke szárnyakat fogjuk izgalmasabbá tenni ezekkel a szószokkal. Nézzük az elsőt. Az első az egy tokai aszús mézes hagyma csátni, egyáltalán nem írja csípősnek a gyártó. Vörös hagyma, tokai aszú, ivóvíz, cukor, méz, balzsamecet, fehérborecet, almasűrítmény, mustsűrítmény, mazsolakivonat, színezék, étkezési só, fűszerek, pektin, tartósító, szer. Chiliard Gourmet Food Kft. 3300 eger. Ezt egy párszor leírtuk ezt a... Hát ez illatra agyon vásárol. Sokféle dolog van benne, érződik. Igen, de nincs diszharmónia. Uh-huh. Nincs az, hogy valami nincs a helyén. Egy nagyon kicsi savanyúságot is érzek így az illatán. Kanállal azonnal rá is zutyintok az én csirkémre. Ezt használjuk, ezt a kanalat közösen. Júj! Na. Nagyon jó. Nekem valamiért egyfajta indiai benyomás kelt. Mert a csatni az egyébként is valami olyasmi. Igen, valami olyasmi, az a valami dolog, de ugye ez jön is ez az indiai fó, nem? Egyáltalán nem csípős. Egyáltalán nem. Én nem nagyon... De ezt nem is jelezték a csomagoláson. Természetesen az első adonnal alkalommal ez dobáltam magam. Hát a hagymásságát azt abszolút érzem. A tokai asszúságnak talán... A tokai asszú mi volt ott talán az édesség miatt érezni. Nem tolakodóan édes. Szerintem így egy csirkeszányhoz így ez tökéletes párosítás. Érdekes, mert az illatán azon érezni egy kicsi ilyen savanyúságot, hogy azt gondolnád, hogy egy kicsi savanyúság lesz, de az ízén már nem. Igen. De és az illatán van egyfajta fűszerezettség, amit már az ízben annyira én nem érzem. Mm-hmm. De egyébként 2021 Hungarikul Spár győztes. Jó. Nekem ez ízre egy 4-es, csípősségre 0. Mivel nulla csípőség. 5-ig értékelünk, igaz? 5-ig, aha. Hát csípőség az egyáltalán nem volt, úgyhogy nulla. Nem is tudom, mit lehet mondani ízre, mert gondolom, hogy itt azért még lesz választék bőven. Az én nálam egy 4-est kapok, mert egyébként finom. Hát szerintem egy 3-ast megelőlegezek neki, mert én azt gondolom, hogy itt azért még... Lesznek még finomságok. Igen. Jó, akkor elkérem a következőt. Ami olaszos fűszerezésű hagymacsátni.
ismételtem. És ez se csípős egyáltalán. Ez már a 10/2-es, ja, enyhén csípős a gyártó, ja, szerint. Ez mindig hangsúlyozom, hogy nagyon jó, hogy a gyártó nagyjából belövi. Mert volt olyan termék, ami nem volt. És akkor azt még igazából még sorba tenni se tudtuk. Na mindegy, megoldottuk. Összetevők 70% lilahagyma, 15% paradicsom, paradicsom püré, paradicsom szósz, sűrített paradicsom, hagyma, növényolajok, olíva, napraforgó, bazsalikom, cukor, étkezési só, ivóvíz. Gyakorlatilag. Régi olaszos ízvilágnak hangzik. Uh-huh. Ugyanaz a hagyma. Hú. Ugyanaz a hagyma jelleg, az azonnal ott van. A bazsalikom is, meg mellé az olaszosság. Hát én elengedhetetlen a bazsalikom. Kiszolgálom magam ismételten. Na nézzünk egy szárnyat. Uh-huh. Így azért már jobban dominál. Uh-huh. A bazsalikom azonnal ott van. Ez csirkeszárnyal is nagyon jó, de ez szerintem egy ilyen házi pizzának első osztályú alapja lenne. Igen. Egy olaszos meleg szendvicsnek. Na ezért mondtam én azt, hogy az előzőre inkább nem mondok többet, mert éreztem én azt, hogy itt ízvilágban lesznek izgalmasabb állomások. Igen. Én erre nem mondanám azt, hogy ötös, de hogyha felett lehet mondani, akkor 4,5. 4,5. Csípősség ez én nekem, én nem éreztem. Én éreztem egy kicsit, de ez nagyon-nagyon kellemesen. Elindulunk a csípősség irányába. Következő szószunk ázsiai kört és fekete fokhagymás umami szósz. Ő is enyhén csípős egyébként. Szójaszósz, körtekompót, fermentált fekete gyöngyfokhagyma, mirin, ez ilyen édes rizs, ivóvíz rizs, virágmész, cukor, újhagyma, tengerisó, szezámolaj, fehér szezámmag, gyömbér és egyéb fűszerek. Hoppácski! Itt azért elindult egy... kompott. Elindult egy ilyen ázsiai vonal. Azt szeretjük. Erre azért kíváncsi lennék, hogy mi az a fekete fokhagyma, mert... Jól mondtam? Azt mondtam. Az fekete fokhagyma. Hát azt a kommentmezők végtelen tudástára elénk olyan, hogy... Akarva, akaratlanul is meg tudom most már. Igen. Ne haragudj, hogy én így előre rohan. Opp, 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 opp. Aha, ez már szószosabb. Itt nincs az a hagymacsatni jellegű. Kicsit barbecue-s. Aha. Én töményebb fűszereket érzek azért. Uh-huh. Nem barbecue. Az illat egy picit barbecue-s. De én másnak érzem én ezt. És én ázsiai szerűséget érzek ki, de tömény fűszert érzek. Tudod mit? Ánist. Legalábbis. Ez tényleg az. Ízre azonnal az ánis. Igen. A szójaszósz és az ánis az, ami finom. Egyébként jó. Ez megint csak kevésbé csípős, mint az előző volt. Igen. Az se volt csípős. Én most ezt valahogy érzem jobban, mint az előző, de hát ugye mindenkinek máshogy jönnek ki a dolgok. De egy barbecue-zásnál simán elmegy. Főleg, igen. Egy vegyes társaságban nem mindenki szereti a csípőst. Az a tapasztalat, aztán ez simán elmegy ott. Hát ezt azért igen, még akik óckodnak a csípőstől, ők is megkóstolhatják simán, mert egyáltalán nem erős, nem intenzív a csípőssége. A körtét utóízben egyébként érzem. Én amikor belekóstoltam, akkor éreztem ánizsal együtt. Hát mindenkinek máshoz elő, ezért jó, hogy ezért is kóstolunk többen mindig vendéggel, ugye, kinek mit hoz. Nálam ez egy 4-es. Az előző én is azért, mert a kettő közé teszem. Uh-huh. Az első kettő közé ízbe. Nekem a csípőségben meg nulla gyakorlatilag, inkább nulla felé tennél. Nekem mi az egyes csípősbe? Ez érdekes. Ja. Mert az előbb nekem meg csípősebbet éreztem. Igen. Most meg nem. Oda nem. Na ez az, amit én nem tudok megkóstolni, mert ebben bacon is van. Uh-huh.
American Style Barbecue Sauce, Bacon, Maple, Caramel. Vöröshagyma, kápia paprika, kaliforniai paprika, ivóvíz, bacon szalonna 8%-ban. Azt gondolom bele van darálva. Juharszirup, karamelszirup, cukor, étkezési só, cayenne chili, őrölt, füstölt fűszerpaprika, fűszerek, pektin, természetes füstkivonat, stb. Szóval... Cayenne volt, de nagyon szeretem. Jó a csomó. Ez nem lesz rossz. Ez biztos, hogy jó lesz, és ez is még egy 1-es a 10-ből enyhén csípős. Ezt te nem borstolod. Ezt én nem. Ú, de jó füstös illata van. Egyébként. Ez a... nem biztos, hogy így ki fogja. Várja, rázzok fel egy picit, mert szerintem le van ülepedve, csúnyán. Így már viszont zakatolni fog. Én viszont nem vetem meg a békát. Sőt, kifejezetten szeretem. Very nice. Na, és a csípősségre mit? Egyes. Egy. Ugyanúgy egyes. Zárom is vissza. Na? Illat az egyébként jó volt. Na, ezt nehéz ezt megfogalmazni. Hogy milyen ízek kavarognak itt benne. És egyébként ez egy hortobágyi angusos kollaboráció keretein belül készül. Szóval nem. Ez egy biztos egyébként jó. Na, mit nagyon van? Érdekes, mert most, hogy így már eszem, akkor valóban egy szósznak tűnik, de abban a pillanatban, hogy bele kóstoltam, abban az egy pillanatban valami porcukros sütemény jutott eszembe. Igen? Gondolom a juharszirupból. Lehet, igen. De finom? Nagyon. Hűszeres, füstös? Csípősségre olyan, mint a második volt. Uh-huh. Szinte semmi. Van nekem egy egyes. És akkor, hát ízre szerintem egy 3,5. Mert azért nem feltétlenül erre az édes ízre számítok egy barbecue-nál, de azért az nem az. Vetném meg ezt se soha. Elfogyna. Nem romlana meg, fogalmazzunk úgy. Jó. Na, mennyi négyen túl vagyunk, igaz? Most jönnek az izgalmas dolgok. Amiről már beszéltünk. Füstös egri bikavér. Ez azért kíváncsiságunknak a tárgyát képezi. Vöröshagyma, kápia paprika, kaliforniai paprika, ivóvíz, egri bikavér 8,8%, cukor, étkezési só, cayenne chili, őrölt füstölt fűszer paprika, fűszerek. Na. Még te annyira nem vagy oda magáért a borért. Hát én még nem tudom, még nem értem meg annyira, hogy megtanuljam, illetve tudjam értékelni a bor. Igen. Már ezt azért felrázzuk egy picit, hogy az értékes üledékek átjárják az egész szószt. Uh-huh. Bort abszolút nem érzek az illatában. Én egy nagyon-nagyon picit, tényleg csak így a tetején, a csúcsán van egy kis bor. Kicsit ilyen barbecue-s. Hú, ezt nem tudnám megmondani most így, hogy mi az, ami eszembe jutott. A bort nagyon kellett benne keresni, szimatolni, de megvan. Nekem bármi. De nem is feltétlenül azért van benne, hogy az domináljon. Persze, csak hogy árnyalja az ízeket. Ez csípőségben mi volt? Azt hiszem ez is 2-es volt, 10/2. Kettes. Uh-huh. Na, lássuk. Füstös. Paprikás. Benne van ebbe a bor, ez viszont valahogy csípősebb lesz. Igen, nekem de is. De érdekes, hogy ez azért jóval csípősebb, mint amit jelez. Igen. Hogyha ragaszkodunk ehhez a skálához, ami rajta van. Ez az én skálámon 1-es, de az ő skálájukon ennek 3-asnak kéne lenni. Igen. Szerintünk. Azért, mert egy kicsit teszek, mert... Én most olyan sok ízt ebben nem érzek feltétlenül, illatra valahogy több. Én füstölt paprikás barbecue-s ízeket érzek. Na, hát többen fel kell tarázni. Ellopom a kanalat. Jó. Megkóstolom így. De. Én abszolút inkább a csípős ízt dominál benne. Ezt érzem. Az első, ami így megüt,
Én a bort egy nagyon kicsit érzem benne. Többit valahogy már nem. Nem rossz, ez se. Feltételezem, hogy egyik se lesz az. Így már csíp. Igaz? Ez valahogy itt ez a... Vagy nem tudom, hogy ez a skála elő. Nem lett belőve, vagy ezeknek a szószoknak a skálája így már, ha ekkora intenzitásban iszem, így már érzem a csípősséget, meg a bort is. A füstösséget is, nagyon. Meg a kellemes, ezt a kaliforniai paprika, kápia paprika. Nagyon szeretem a kápia paprikát. Amikor csak tehetek, veszek, és rágom minden reggeli mellé, mert az egy isten ajándéka szerintem. Én nálam ez most nem jött ki annyira, hogy, nekem nagyon. Hogy tudjam megfelelően értékelni, úgy érzem. Kettes a csípősség, és négyes az ízvilág nálam. Én pedig kettő és hármat mondok rá. Indulunk a vagányok utcája felé. Igen. Jalapeño lime, összetevők jalapeño paprika 21%, ivóvíz, vöröshagyma, lime lé 10%-ban, ételecet, cukor, étkezési só, só, fűszerek. Na! Jalapeño a kedvencem. A jalapeño az szerintem is egy ilyen kiemelkedő helyen van a paprikák között. Van az a kis fanyarsága, ami szerintem csodálatos és zseniális. Nekem meg az, hogy egy kicsit gyümölcsös felé hajlik. Nekem mindig gyümölcsös íz juttad eszembe. Aztán meg következik a... Én nem tudok a kanalomra is. Nem hiszem, hogy csalódás lesz. Nem tud az lenni. Megöntök a csirkémre is. A lime-ot is érezni már? Igen. Most? Aha, lime. És ebben szerintem savanyú. Van egy kis savanyúságos illata. Mert egy savanyított jalapeño van benne. Mit is olvastál még? Vörös. Hát nem annyira látom, hogy olyan savanyító dolgok lennének benne. Biztos, hogy savanyított a jalapeño. Ez az. Ez nem csak a lime-nak a savanyúsága, az biztos. Nem, nem. És ez már tényleg belenyal a csípősségbe. Igen. Na, kezdünk. Ettől ezt vártam. Kezdjünk odaérkezni, ahova indultunk. Nekem kopogtat a dobhártyámon azért. Igen? Ez már azt jelenti, hogy ez csíp. Ez már csíp. Cheers! Ez nagyon kellemes. Nekem ez eddig az kötös íz. Nekem is ötös az íz. És olyan hármasra lőném be a csípősséget. Nekem kettes a csípősség, és ötös az íz. Ez is 2021 Hungary Kohl Spár győztes. Tehát teljesen indokoltam, mert ez egy jó tudsz. Felénél tartunk. Szerintem ez lesz egy ilyen trónbitorló. Ismét. Jalapeño barbecue chili sauce. 10/3-os a gyártó szerint. Jalapeño chili 37%. Vöröshagyma barbecue sauce. Paradicsompüré, ételecet, cukor, melasz, ivóvíz, étkezési só, fűszerek, sűrítőanyag. Federer. Füstaroma is. Ez már 10/3. Az előző mennyi volt? Azt hiszem az is annyi volt. Azért ez az előző így rajkamat azt így megérkezeti. Ez mondjuk az igaz, egy kicsit jobban megdöltjük. Ennek nagyon jó illata van. Ez nagyon jó is. Nem az a klasszikus barbecue tömény sűrű, bántó íztömény. Ja, ebben dominál a jalapeño. Igen. És ez nagyon jó. Tudod mit csinál? Frissíti ez a jalapeño. Igen. Úgy felfrissíti ezt a barbecue-s ízvilágot. Hát ez tényleg ott nagyon lögdösi az előző jelöltet. Igen. Itt tudod, mit tudok mondani? Ha nem jobb, másod. Ugye, hoppá.
Tehát ez ugyanaz a minőség, ízvilágszint, csak más irányba. Nekem ugyanúgy 5-ös és 2-es a csípőssége. Nekem ez már erősebb, mint az előző volt. Igen? Ez az, akkor ellőttem egy kicsit a skálát. Jaj, ja. Mert akkor ez lenne mondjuk a 3-as, mert ha megnézzük, hogy még mi jön, hát... Még jönnek a vadulások. No. Na. A következő, szintén 3-as a gyártói 10-es skálán, Chiliad Pickled Jalapeno, savanyított csípős paprika. Ez most egy kedvenc volt. Ismét jalapeno. Én ebből többet is. Van benne piros is, zöld is. Oh, de jó illata van. Azt várom, hogy ropogjon is. Ropog. Megteszik. Hú, de jó. És? Muszáj még ezt ellopja minden. És nem annyira brutál csípős. Igen, azt akartam mondani, hogy csíp, szinte egyből. De nem öl meg. Nem pusztít el. Mondjuk egy ilyen házi burgerbe, vagy valami ilyesmibe. Még? Még egyet, igen. Ez rohadt jó. Csípőség 2, jalapeno, ropogós ízvilág, 5-ös. Csillamosan is 5-ös. Nagyon jó. És akkor legyen 2-es, mert hogy előre láthatóan itt... Most jönnek a durvaságok. Izzadni is kéne nekünk. Nagyon ajánlott. Na, erősen csípős a következő. Habanero barackos. Kézzel készített, kistermelő csípős sósz, házilag termelt orange habanero, chili paprika, őszi és sárga baracklekvár és fűszerek hozzáadása. Gondoskodik a gurmé ízélményről. Séf ajánlása, marinált kacsamell roston. Csak megtanulok beszélni egyszer. Ez azért ígéretesen hangzott. Ez nem nyert semmi díjat még? Érzem benne. Eleve nekem a habanerónak mindig van egy kis barackos beütése. Tehát szerintem az a barackkal házas, ez olyan, mint egy jam. Tehát ez... Kamerába is meg kéne mutatni lehet. Igazából ki se folyik a... A kis üvegéből. Mennyit tettél? Ennyit? Nem durva mond. De jó barackos. Kezd kinyílni a fülem. Neked nem szokta így a dobkártyádat sípoltatni? Engem egészen máshol szokott sípoltatni. És nem azonnal. Igen. Van olyan is, hogy azonnal. Olyankor, mint a fűzfa sípon. Ilyen téves hangot játszanál. Farsot fúj. Igen. Ez nagyon betyár. Azt hiszed, hogy lekváros ennyire teszel. Aztán jön egy Schaller hátulról olyan, hogy megfordul a sapka a fejeden. Na, ő már nálam a 3-as csípőség. Viszont, igen, ez ilyen kacsa, vadhús, Igen. Ami nem az én világom. Ízlik, finom, maga a szósz, de én ezeket a vadhúsokat... Én nem is tudom, mit mondjak erre, mert 4-esnek kellene már mondanom a csípősséget, mert ez tényleg már elkezdett. Akkor 3,5. Az íze, meg én szerintem eszméletlen, főleg ez a kompozíció, hogy barack lekvárra. Hú, van itt még csirke, úgyhogy én eszek is. Hú, most ért le. Érzed lent? Hát, hogy ne. Már eddig egyiket se éreztem lent. Nem érezted megérkezni oda lent. Hű. Ez nagyon finom volt. Igen. Csípőségre egyértelműen ez volt eddig a top. Habaneros, áfonyás, chili szósz, erősen csípős. Ez lesz az én emberem. Ez lesz. Itt nincs egy kis történet? Itt nincs. De van. Kézzel készített áfonyás, csípős, chili szósz, különlegesség. Házi termesztésű, csak lit habanero paprikából, áfonya lekvár, friss áfonya és fűszerek hozzáadásával.
ajánljuk vad ételekhez. A vad nem az én világom, de egy... ez már az erdei gyümölcsösség, és nagyon erős habanero, nagyon erős habaneros vonal ott van benne. Ez nagyon oda lett téve. Én ezt egy ilyen marha oldalas sült, bármi, egy jó marha húshoz. Na, várjál. Ez már lehet, hogy magában nem kéne. Hát muszáj lesz, ez muszáj. Azt mondod. Engem viszont már nagyon csíp minden. Én annyira azért nem bírom a csípőset, mint te. De hozzászoktál azért. Nagyon vészes. Na, különösen kóstolni is. Szerintem ő egyen gyengébb a csípősséggel előzőnél. Ennél minden íz, amit felsoroltál, egyszerre rögtön. Igen. Jelen van. Ahogy illatban, úgy ízben. Teljesen olyan az illatra, mint... Aki szereti a vadat, ahhoz bátran ajánlom. Tényleg kevésbé csíp. Úgy is volt jelölve, vagy mi? Ugyanolyan hármas. Nem sokkal erősen csípos, hatos ugyanúgy. Nézzük húson. Ugyanaz, mint külön kóstolva, hogy egyből minden íz, igen, amit soroltál, az ott van benne. Oh. Ezt nehéz lesz így eldönteni, majd rangsorolni, mert hát mindegyik más. Majd másképp jó. Majd egy kedvencet kell választani. Uh-huh. Na, mi a következő? Azért úgy kezd összeadódni ez a sokféle csípős. És mindegyik máshol csíp. Igen. De most nekem területein is úgy ízlik már a szám rendesen. Nekem is, de nagyon jó. Habanero vinegar chili sauce, a következő kézzel készített csípős chili sauce, klasszikus, savanykás, ecetes ízvilággal. Ez egy kicsit akkor tabaszkó jellegű lesz. Uh-huh. Házilag termelt orange habanero chili paprika, ecet különlegességek és minőségi fűszerek hozzáadása biztosítja az ízélményt. Chef ajánlása: csípős csirkeszárnya! Na, hát akkor az... Very nice! Megfogadjuk. Aha, ja, egy az egybe. Ez a klasszikus hot sauce. Az egyen csípősebb az előzőnél. 10/7. Külön is? Hát... Ez már nem biztos, hogy kéne. Nem érzed akkor már egy együtt majd az ízt, nem? Ja, ez így. Beborítottam úgy rendesen. Hát, csöpög le róla. És megindítom is a rakétát. Na. Mm-hmm. Ecetes. Van némi forróság, de nem érzem annyival csípősebbnek. Még várt, szerintem még ez itt rejt valamit. Az ízek se jöttek egyből úgy, mint itt az áfonyásnál. De jönnek. Azért csíphez. Csíp. Nekem legalább annyira, mint itt az előző kettő. Nekem ugyanannyira. Hú, mama. Hú, az most zsíp. Azért felépítkezett. Most azért felépítkezett. Ez ilyen lassú víz, partokmos típus. Lesz fog meggyötörni a vécén. Nem csak a vécén. Nem csak a vécén. Még hol? Na, még egy van. Nekem viszont... Hú, ez most... Ez a Reaper Ghost Habanero zselés chili krém. És ez a 9. De hogy akkor mi lehet a 10-es? A... Az nincs. Várnak még. Aha. Hagytak még teret maguk fölött. Aha. Na! Kicsit. Hú, ne félj, ez azért. Mennyivel megyünk fölé az előzőnek? Kettővel. Aha. Kézzel készített extrém csípős chili zselés chili krém, házilag termelt Carolina Reaper, Bud Jolokia, és Red Habanero.
paprikából krémes állagú zselé. Micsoda hőre, kiválóan oldódik. Kicsit a betűtípus nehezen olvasom. Folyadékban vegyül, extrém csípős, a világ legerősebb csíppaprika felhasználásával készült. Igazi magyaros ízvilág, paprika ízű, nem sós, tökéletes egy húsleves, gulyás vagy halászlé be. Jó nagy kanállal belekanyarintasz. Ez a tömény csili. Ez a tömény csiliárd. Ez az. De ez már egy, átmegy ilyen vészjóslóba ez az illat, hát nem? Ez már ilyen szaga lehet a dögkeselőnek. Nem? És ez a dögkeselő dögnek. Zselés álló. És te azt úgy... Hát még egy bele... kicsit is. Éljén ezt így. Kivakolom vele szépen. Külön is? Nem, hát ez így... Ez tényleg zselés álló. Nagyon sokat rátettem, szóval... Kicsit olyan, mint hogy én csipkelek vele. Mennyit ettél? Mindent átküldted. Jön! Tehervonat! Elgázol! Akkor én szedek le. Na, menjen muka. Ha nem, most már kibírod pont, hogy megegyem ilyesmi. Na, nézzük meg. Még semmi. Várja? Nem. Ha nem jön egyből, akkor nekem jön. Ne basszál fel, egyél akkor egy kanállal. Érzem a csíp, de nem annyira, hogy... Nekem nagyon. Rejtett tartalékait, bazd meg így. Most áll át a szervezetem ilyen... durvább üzemmódba, hogy valóban csíp, de most. Hú. Nekem rögtön jött. Azt a mennyi. Hát ez... Nem látom magam előtt azt a gulyást. Mi bennek helye van? Hú. Azt mondta, hogy fog meg a sörön? Nem jön? Nem? Na várj akkor. Az a baj, hogy... Egy perces lépésen. Ez a nehezen múló fájdalom. Ez rossz lesz. Mit tegyünk? Hogy lélegzek ki. Ne lélegezz. De ha ki? Hát muszáj. De hogy lélegzek ki, olyan, mintha forró hajszárítóval közelről égetnék a nyelven belülről. Figyelj, csak ez a skála egy kicsit azért itt... Ez kell. El van kalibrálva. Igen. Ez szerintem, hogy 5-6-ot lépett most. Teljes elválasztás, kiválasztás, szülés, méregtelenítés. Nem tudom, hogy erre volt-e még a mai nap után szüksége az én szervezetemnek. Gyorsan zárjuk már ezt, de ezt innen, mert még kiszökik, beugrik a nyakomba. Na, most már múlik. Lassan. Ő egy mostoha testvér volt itt a többiek között. Ez ötös csípős. Nálam is. Kétségtelenül. Ízt emiatt nem éreztem. Én érzem ezeknek a jellegzetes... Már-már paprika koncentrátum ízt. Tehát olyan, mint tényleg, hogyha koncentrált, redukált paprika massza lenne, nagyon erős paprika íz, de most kiérezni, hogy melyik milyen, mert mi, ez ki, én nem tudom. Az illatában sok mindent lehet érezni, az biztos. Azt is, hogy ez durva lesz. Leginkább azt. De ez nem ér le a gyomromig. Te nem érzed azt, hogy csak így így nyaktól fölfele egy mindent. Hát ez úgy van, hogy ott majd később fog kivel a nem hasznos, nem kellemes hatásait elérni. Ez méltán rászolgáltatta a koronás helyre. Csípősségben jön. Nos, melyik volt a kedvenced? Akármennyire is
jalapenyós vagyok. Nekem az áfonyás azért mégiscsak a legjobb lett végül, mert ott tényleg illaton és ízen rögtön. A habanéros áfonyás. Pont azoknak, amiket felolvasott itt Mário. Nekem ez. Őszinte leszek, nekem a pickled jalapeño. Ezt azért, mert ropogós, jó ízű, nem túl savanyított, nem túl sózott. Minden napi étkezésemben tökéletesen bele tudom építeni, és ez az üveg szerintem ilyen 2-3 napig tartana. Hát igen, de most ezt nehéz így eldönteni, hiszen tényleg szeretem én is a jalapeñót. De mégis ez volt a különlegesebb. De mégis nekem mindent úgy hozott, ahogy vártam. Aha. Tehát nálam az, hogy illatban érzek valamit. Majd ízben is. Ízben is, az elviszi a pár. Egyébként nem volt rossz. Nem. Tehát mind jó volt. Nem volt mind, de ez, nekem ő nagyon kiemelkedik. Második hely nálam is ez. Ezt egy sült marhához, egy nem így csirkéhez, mindenhez jó. Szendvicsbe is raknám. Egy, tudod milyenbe? A brisket, mi a neve? Marha szegyes szendvicsbe. Na minden esetre, én meg az fogalmazódott meg bennem, itt ahogy kóstoltunk, hogy ez az egész sorozat, ha meghal valakinek otthon, akkor ilyen nagy meglepetés már nem érheti, mert bármilyen vendég érkezik mondjuk. Igen, egyrészt ez exkluzív, maga a csomagolás és maga a termék is. Abszolút. Másrészt viszont mindenkinek megvan a lehet, miből szájéze szerint, és sokféle ételhez. Abszolút, abszolút. Lefedi a palettát. Úgyhogy szoktam volt mondani, hogy egy kiváló magyar termelő, kiváló magyar terméke, abszolút javaslom, minden elérhetősége a Chiliárdnak itt a leírásban felelhető lesz. Szerintem, aki már találkozott vele, az csak bólogatni tud, mert tényleg jó. Aki meg még nem, annak bátran javaslom, hogy próbálja ki ezeket a termékeket. Gyerekeknek is van olyan, amelyik szinte, vagy egyáltalán nem is csípős. Igen. És azok is nagyon jók voltak. Mi nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ha tetszett a videó, egy lájkkal, egy kommenttel, egy feliratkozással tudjátok díjazni a munkánkat, az igyekezetünket, hogy jó, mindig jobb tartalmat gyártsunk nektek. Köszönjük a Chiliárdnak, hogy támogatta ezt a videót ezekkel a szószokkal. Tényleg gratulálni tudunk a kiváló termékeikhez és az alázatos munkájukhoz. Ez azonnal lejön a termékekről, hogy gondosodaldással készültek ezek a termékek. Nagyon nagy tisztelettel emelem a kalapomat a munkájuk előtt, a munkájuk gyümölcse előtt. Igazából ez a videó ennyi volt. Hamarosan találkozunk a következő tartalmakkal itt a csatornán. Addig is mindenkinek a legjobbakat. Sziasztok! Sziasztok!